Több mint 1,5 milliárdos pályázati forrásból hamarosan megkezdődhet a Miskolc-tapolcai park felújítása. Többek közt a barlangfürdő környéke is új sétányokkal, utcabútorokkal és egy tanösvénnyel egészül majd ki, a tónál pedig napozó teraszokat és egy vízen átívelő sétányt alakítanak ki. Ezzel Lillafüred, az Avastető és a Diósgyőri vár után Miskolctapolca is végre felébredhet Csipkerózsika álmából, fogalmazotta a Velünk a Város frakcióvezetője. A kivitelezés még idén elkezdődhet. Átlagos hétköznap Miskolctapolcán újabb busznyi csoport érkezik a barlangfürdőhöz, ami még szeptember közepén is népszerű célpont. Ellenben a fürdő környéke olyan, mintha megállt volna az idő. A büfésortól a világításig szinte minden elavult, ez azonban már nem sokáig marad így. Tapolca fejlesztésénél is azt tartottuk szem előtt, hogy egy komplex program legyen, és komplex élményeket nyújtson egyrészt a miskolciaknak és az ide látogatóknak. A népszerű turisztikai célpont hamarosan 1,5 milliárd forintos uniós forrásból újul meg, jelentette be a Velünk a Város frakció vezetője. A hatalmas fák és a mókusok maradnak, de ezen kívül szinte minden átalakul a következő időszakban. A parkban új kandeláberek, ivókutak és utcabútorok kapnak helyet, Miskolctapolca növény és állatvilágáról pedig egy tanösvényen tudhatnak meg többet a látogatók. A felújítás során a Barabics sétány külön figyelmet kap majd. Itt teljes tereprendezés történik, és egy új pavilonsort is kialakítanak. Egy vadonatúj tér jön itt például létre, tervek szerint szökőkúttal, egyéb látványelemekkel. A tó másik végén egy szintén új tér fog létrejönni, és a kettő pedig egy tavon átívelő sétánnyal lesz összekötve, de maga a tó is teljesen megújul, tehát a tó is nem csak körbejárható lesz, körbe is új burkolatot kapva, és napozó teraszokkal kiegészítve, hanem maga a tó területére is rá lehet majd ezeken az új sétányokon menni. Nemrég adták át a város legújabb élményfürdőjét Miskolctapolcán, és a park környezetét is ehhez méltóan kell korszerűsíteni, emelte ki Varga László. Miskolc 2030-as fejlesztési tervéhez illeszkedve alakul át, többek közt a csónakázó tó és annak környéke. Ennek az iszaptalanítása is megtörténik, a partfal rendezése, és még számos olyan fontos dolog, amely tényleg a parkot és a közvetlen környezetét teszi egészen egyszerűen európaivá, úgy kell, hogy fogalmazzak, egy olyan turisztikai látványossága, egy olyan desztinációvá, ami méltó Miskolchoz és a miskolciakhoz. A Diósgyőri vár az Avastető és Lillafüred fejlesztéséhez hasonlóan Miskolctapolcán is az a cél, hogy turisztikai szempontból minőségi változást tudjanak elérni, tették hozzá a politikusok. Jelenleg a felújítás kivitelezőjét keresik, a park korszerűsítése még idén elkezdődhet.